Daniel Borozovsky és Sifra 25 éve élnek házasságban egy Tel Avivi tömbházban. Lányuk Ajola izgatottan készül az esküvőjére, melyhez már csak egyetlen okirat, a szülők házasságlevele hiányzik. Fontos lenne az okmány, mert a férjelölt édesanyja ragaszkodik a formaságokhoz. Az egykora kibucban kiállított fontos dokumentumot sehol sem találják, így a szülők is elbizonytalanodnak, hogy annak idején egyáltalán hivatalos volt-e a házasságkötésük. Eközben váratlanul betoppan Buki, a traktoros fiú, és menetrendszerűen kopogtat a szomszéd lakásban élő unatkozó és pletykálkodó özvegyasszony Jaffa. Ez az alaptörténet, melynek természetesen happy end a vége. Addig azonban kabaréba illő poénok, eddig ki nem mondott érzelmek törnek felszínre, melyben bárki magára ismerhet. Az első előadás után futótűzként terjedt a városban a jól sikerült premier híre, a siker a második előadáson is garantált volt. Szerintem ez olyan katarzis valamennyiünknek, hogy nyilván az ember titkon arra számít, hogy siker, mert hát azért adtuk elő, mert láttuk, hogy igény van rá, hogy nem férnek be már szombaton, hogy már csinálni kell egy új darab, vagy egy új előadást. De az, hogy megint ilyen őrült telt ház, és hogy ekkora siker, hogy így ülnek a poénok, pedig rengeteg idegen más vidékről érkezett vendégünk volt, szóval szerintem még nem fogtuk föl, annyira hatás alatt vagyunk, hogy ezt nem lehet elmondani, ezekre nincsenek szavak. Talán nem túlzás, hogy a szilveszter társulat 6 tagja profi alakítást nyújtott. Répás Imre, Subka Éva, Sinkó Natália, Kovács Márti, György Tamás és Csővári Zsombor egy hónap alatt készültek fel az előadásra. Eszméletlen jó volt, nagyon hasznos volt egyébként, azt mondom szakmailag is, hogyha már egy kicsit komolyra akarom fogni, de emberileg is, csapat összefogásban is, meg hát úgy gondolom, hogy a darab is beért, megért, tehát fölkerült a korona rá, ma este főképpen. A közönség soraiban feltűntek a környező települések polgármesterei, közművelődési szakemberei, színház szerető lakói is, sőt konkrét meghívást is kapott már a társulat. Én is úgy érzem, hogy ennek lesz a térségben folytatása, és nyilván készséggel állunk is a színpadra, esetleg más településeken is. Már most az előadást követve ide jött a Kalocsai Művelődési Ház, illetve a színháznak a vezetőnője, és meghívást kaptunk Kalocsára, ami szerintem egy óriási dolog, és egy óriási elismerés, de nyilván a környező településeken is ez előrevetíthető, és nagyon szívesen megyünk is. A hatalmas sikerre való tekintettel már most bizonyos, hogy a Házasságlevél című vígjáték szerepelni fog a szeptember első hétvégéjén megrendezésre kerülő kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napok programjai között.